Feszítsd meg a térdet, Kadosa! Heti 5 testnevelés óra, a szerencsésebbeknek a tornateremben. A többieknek melegben az udvaron, hidegben a folyosón. Hiába nőtt az óraszám, az iskolák nem mindenhol tudták megoldani, hogy minden gyerek tornateremben tornázzon. 2012 óta, mióta a kormány bevezette a mindennapos testnevelést, van olyan iskola, ahol egyszerre 3 évfolyamnak is órát tartanak. Palkovics László oktatási államtitkár korábban az Inforádióban azt mondta, van olyan sportág, amihez nem is kell terem. Ilyen kedves sportom, ez a karate nevezetű sport, ez nem kell semmit, tehát ezt kell egy melegítőnadrág, meg egy póló. Ettől függetlenül elismerte, valóban hiány van. A problémát viszont nem csak ez okozza. A legtöbb gyerek inkább azért panaszkodik, mert nem bírja a plusz terheket. Erről korábban a Független Diákparlament ülésén is beszéltek. Heti 47 órájuk van. Reggel 7-től délután 4-ig van olyan nap, hogy délután 5-ig bent tartják őket az iskolába. Palkovics László tegnap egy háttérbeszélgetésen újságíróknak arról beszélt, hogy a minisztérium átgondolja a mindennapos testnevelés fontosságát, és készek lazítani a tantárgy tartalmán. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint a PISA-teszten elért siralmas eredmény hatására talán az államtitkárság inger küszöbét is elérte, hogy a gyerekek mennyire túlterheltek. Heti 3 testnevelés órával a gyerekek meg tudtak küzdeni, az iskolák ezeket meg tudták oldani a meglevő felszerelésre, tornatermekkel együtt, és hát értünk el olyan eredményekkel sportterületén, amelyik ezt visszaigazolták. A heti 5-nek egyre nem látom a visszaigazolását. Az elnök szerint nem átalakításra van szükség, hanem az óraszámot kell csökkenteni, heti 3-ra. Kerestük az államtitkárságot, hogy megtudjuk, hogyan lazítanák a tantervet, de csak közleményt küldtek. Ebben azt írták, a mindennapos tesi marad, de a helyszín és a módszerek változhatnak. Iskolától függően lehetnek például speciális újítások. Ilyen a szivacs kézilabda, a nemzeti lovas kultúra, a vitorlázás, vadvízi ismeretek. Hogy ezt hogyan valósítanák meg, azt nem írták meg.